Több éven keresztül nem vett részt Nagyatád a Somogy Kupossak csapatbajnokságban, ettől az idénytől azonban sikerült egy szokatlan összeállítással benevezniük a versenyre. A Dél-Somogy nevet viselő együttesben a nagyatádiakon kívül Barcsi és Nagybajomi játékosok is helyet foglalnak. Az a probléma mindenütt, hogy nincs ifjúsági játékosuk, általában nem foglalkoznak ifivel, nem igen akarnak a gyerekek sakkozni, és most úgy döntöttünk tavaly, hogy mivel hát amúgy is mindig a pénzhez jutunk, tehát se Barcs, se Nagybajom, se a többiek úgy nem támogatják, tehát azokat a játékosokat akkor fölvettük mi az erőlistánkra, akik itt elszabadultak, és akkor ezzel megnyertük azt, hogy a mi versenyzőinknek se kellett vidékre utazni, és akkor így Dél-Somogy néven, mivel ez most nem nagyatádi csapat, hanem a Barcsi, Nagybajomi meg a nagyatádi csapatnak a játékosai játszanak, azok ugye, akik a nemzeti bajnokságba többnyire nem jutnak játék lehetőséghez utánpótlásként, tehát ez most a megyei bajnokságnak így akkor a második fordulója. Az elsőn már túl vagyunk, ugye ez az első hazai meccsünk itthon. A csapat az első fordulóban Somogyaszaló otthonába utazott, akik tavaly megnyerték a megyei bajnokságot. A Dél-Somogyi együttes első hazai meccsén Marcali gárdáját fogadta, akik egy meglepően erős összeállítással érkeztek Nagyatádra. Most pillanatnyilag 2-2-re állunk, és nagyon jó partik vannak, hát én olyan 5 enyhe győzelmet azért várok a csapattól, de hát olyan 5-5 körül látszik, tehát ide-oda alapon vannak még a folyó partik, azokból még, hát nem azt mondom, hogy bármi lehet, de van néhány, amelyik még egyértelműen nem dőlt el, van, ahol jobban állunk, meglátjuk, hát még 1-3 órája játszunk, hát 6 óra lehet a parti, még ülnek itt egy kicsit. A Marcali gárdát erősítette a Somogy megyei kormányhivatal Marcali Fonyódi Lengyel-Tóti kistérségi népegészségügyi intézet megbízott kistérségi tiszti főorvosa is, aki általános iskolás kora óta sakkozik. Dr. Seffer Károly a második táblán Varga Lihárdal mérkőzött, aki fiatalkora ellenére győzelmet szerzett a jóval rutinosabb, esélyesebb játékos ellen. Az én személyes játékom az nem ad okot dicsekvésre, a nemes fiatal ellenfelemtől csúfos vereséget szenvedtem. A megyei bajnokságban ugyan a második táblán mérkőzött ellenfelével, az MB2-es együttessel a 7.-8. táblán foglal helyet a marcali játékos. Varga Lihárdal kimondottan öröm volt játszani, akiből egy tehetséges sakkozó válhat felnőtt korára, jegyezte meg a tiszti főorvos, aki elmondta, csak bíztatni tudja a fiatalokat, miért is érdemes sakkozniuk. A sakk, mint minden olyan játék, ami logikára épül, az segítséget nyújt eligazodni az élet minden területén, később a szakmai munkában is fejleszti a döntésképességet, és fegyelmet is tanít mindenkinek. A Varga Lihárd nevű kis fiatal ellenfelem egy rendkívül tehetséges, szívós fiatal, akinek én ezúton is gratulálok, és kívánom neki, hogy a jövőben is ugyanezt a kitartást, a céltudatosságot, a küzdeni tudást gyakorolja, és sajátítsa el minél magasabb fokon. A 2011-2012-es megyei bajnokságban 7 csapat vesz részt. Kis Attila elmondta, nagy küzdelem van a dobogós helyekért, hiszen jóval erősebb együttesek is vannak a versenyben, mint a Dél-Somogyi csapat. Ezért az elnök a mostani összeállítást a 4. hely környékére várja a fordulók végére. Az első 3 helyezett, aki aspiráns a dobogóra, azokkal nagyon nem tudjuk fölvenni a versenyt, mert a somogyaszalóiaknál játszanak, mint vendégek az én MB2-es játékosaimnak egy része, tehát akik nálunk MB-sek, azok ott bennülnek a csapatba, és ők végig is fogják játszani, ezt a szabály megengedi. Hasonló helyzet a Balatonszemes csapatával, ahol a marcali éltáblások játszanak, mint vendégek, és a marcali csapatból többi kiszorult, pedig a balatonberényi csapatba játszik szintén az elején, tehát ők ott a csapat eleje rutinos MB-s játékosokkal van megtüzdelve. Most, hogy nagyon akarnánk, mi is leülhetnénk így, de ugye nem ez a cél nekünk se. És ez azt jelenti, hogy ha netán valami szerencse folytán, vagy valami olyan jó játéknak köszönhetően a dobogóra fölférnénk, az nagy bravúr lenne. A megye bajnokságot ehhez mérten nem is vesszük sajnos kellően komolyan. Ez az eset a saját példám is okulásra ad okot, hogy minden játszmát és különösen minden tehetséges fiatal nagyon komolyan kell venni. A megye bajnokságban nem törekszünk arra, hogy valahol nagyon az élbolyban szerepeljünk, hiszen 2 csapatot már ez a kisváros marcali nem tudna MB2-es szinten menedzselni. A második fordulóban a Dél-Somogy marcali találkozó végeredménye döntetlen lett. A mérkőzésen győzelmet aratott Varga Lihárd, Krivarics Róbert, Deák József és Vince András. Cserti László és Simon Péter döntetlenre hozta ki partiát.